Ettől a kanyartól néhány méterre az utcában egy fánlókba találtak meg egy férfit idén szeptemberben Szekszárdon. Az áldozatról később derült ki, hogy önkezőleg vetett véget életének. A helyiek azt mondják, a férfi nem a környéken lakott, és valószínűleg kábítószer hatása alatt cselekedett. Ez pedig már tavaly nyári felvétel, akkor egy férfi egy 10 emeletes tetejéről vetette magát a mélybe. A házban lakók ismerték a 30 és 40 év közötti férfit, ő takarított a házban, és látszólag semmi sem mutalta arra, hogy valami nyomasztaná. A szakemberek azonban azt mondják, az öngyilkosság előtt az áldozat mindig jelzi valamilyen formában, hogy baj van, vagy megpróbál segítséget kérni. Csak nem mindig van olyan ember a beteg közelében, aki felismeri a segélykiáltást. Egy európai programhoz csatlakozva Magyarországon is igyekeznek egyre több civil segítőt bevonni a szakmai munkába, akik felismerik a krízisre utaló jeleket. Ez ide tartoznak a különböző segítő foglalkozások, a szociális munkások, a pedagógusok, gyógyszerészeknek nagyon fontos szerepük van, akkor ide tartozhatnak akár a kozmetikusok, akiknél ugye sok időt töltenek el az emberek, taxisofőrök, pincérek, ugye nagyon sokan vannak, akik alkoholos befolyásoltság alatt követnek el öngyilkosságot, egy pincér is észreveti azt, hogyha valaki, akit egyébként már régebb óta ismer, máshogy iszik, vagy többet iszik. Nagy szerepük van az öngyilkosságok megelőzésében, tehát az emberekkel gyakran találkozó szakmát űzőknek, mert ha érzékenyítve vannak ezen téma iránt, akkor tudni fogják, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen helyzetet, és azt is, hogy hova irányítsák a bajba került embert. Ezt kellene felerősíteni, hogy minél több olyan kapuőr legyen, aki vállalja azt az önkéntes szolgálatot és azt az elhivatottságot, hogyha észreveszi az embertársai körében a depresszió jeleit, akkor egyrészt odafordul felé, meg ha tud, felméri azt, hogy ő saját maga tud-e segíteni abban, hogy elinduljon és kezdjen kilábalni ebből a helyzetből, illetve tudni fogja, hogy hova és merre kell irányítani, ahol szakszerű segítséget fog kapni. Szekszárdon több száz önkéntes figyel oda embertársaira, és ismeri fel, ha valaki depressziós vagy éppen öngyilkosságra készül. Ők és más önkéntesek is érzékenyítő képzésen vesznek részt egy nemzetközi program részeként. A szakemberek azt mondják, jelentős eredmények érhetők el civil segítők bevonásával.